Sziasztok! Köszöntelek benneteket ismét a YouTube csatornámon. Ebben a videóban most újra az ügyességi 9-es vizsgával fogunk foglalkozni, annak is az akadály részével. Ellátogattam Trinivel egy csarnokba, és az első dolgom az volt, hogy egy picit megismertessem vele, szokja meg a műfüvet, szokja meg az akadályokat, és csináltam pár irányítási feladatot akadályokkal. Itt már láthatjátok is az ügyességi 9-es vizsgának az akadály részének az egyik részfeladatát, ugye egy balra küldéssel és egy szlalommal kezdődik. Egy picit a szlalmot gyakoroltam ki, és láthatjátok, hogy egyszer-kétszer azért még itt belehibázott a Trini, bár nagyon-nagyon lelkes volt. Azt mondhatom, hogy ez a szlalom már egészen jól kezd menni akkor, hogyha kísérem, viszont akkor, hogyha nem kísérem, akkor azért vannak elakadások. Elkezdtem gyakorolni a feladatnak a végét is, a szlalomból kijöve ugyanis a kutyának két balra kanyarodással kettő darab ugró akadályt kell átugrania. Először még viszonylag kicsi ívet raktam fel az akadályokhoz, és közel is raktam őket egymáshoz, illetve kiraktam a kutyának a jutalomfalatot előre, hogy legyen célja, amiért előre rohanhat. Amikor ezt úgy éreztem, hogy már sikerült abszolválnunk, akkor egy picit változtattam a pályán. Itt már csak egy ugróakadályt használtam, viszont élesebben kell a kutyának balra kanyarodnia. Újabb pályaépítés következett, ez a formáció már kezd hasonlítani a vizsgaszabályzatban leírtakra, ugye két ugróakadály, mind a kettőt balra kell a kutyának teljesítenie, és itt is használtam a jól bevált targetet. Thank you.
Mivel Trini automatikusan jobbra kanyarodik ki az ugróakadályokból, ezért egy picit gyakoroltam külön csak balra ugrást, így a két akadállyal is, illetve külön egy akadállyal is, ahol gyakoroltam azt, hogy balra menjen ki belőle, jobbra menjen ki belőle, illetve azt is, hogy balról kerülje, illetve jobbról kerülje. Ezek után külön gyakoroltuk még a slalomot is. Itt például azt csinálom a Trinivel, hogy messziről kísérem, és így kell teljesíteni a feladatot. Ezek után formáltam is vele, és megpróbáltam arra rávezetni, hogy ezeket a rudakat a megfelelő sorrendben kell kerülgetni. Formálás után pedig csináltam egy olyat, ahol semmilyen segítséget nem adok a kutyának, csak megyek mellette, nem beszélek hozzá, és nem is adok neki kézjeleket, és így mindig egyel több rudat csatolok hozzá a szlalomhoz, és dicsérem, hogyha jól csinálja. Itt a rudak közötti nyolcasozással szintén arra próbálom rávezetni, hogy mindenképpen a rudakkal van dolga, és azokat kell kerülgetni. A legvégén pedig szerettem volna egy kicsit begyorsítani a mozgását azzal, hogy én is gyorsítok a tempón.